Szigorodni fognak a rövid távú lakáskiadás szabályai Budapesten, adóemelésben és moratóriumban gondolkodik a kormány. Többek között erről is beszélt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn. A Buli negyedben zajlik egy rendőrös létrehozása, azonban a kerület polgármestere szerint ez önmagában még kevés a probléma megoldásához. Ma még bárki kiadhatja a lakását rövid távú szálláshelyként, azonban januártól ez könnyen megváltozhat, ugyanis a kormány egy új szabályozáson dolgozik, melynek irányait hétfőn ismertette Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Hogy afelé megyünk, hogy moratóriumot alkalmazunk, azaz, hogy ne legyen új engedélykiadás, ezzel egyetértünk a többi tagszervezettel, ugyanakkor azt is gondoljuk, hogy az adókat érdemes megemelni. Ugyanakkor a miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány még nem döntött a kérdésben. Feltett szándékuk, hogy a szektor ne nőjön tovább Budapesten. Itt az Airbnb lakások számát több mint 10 000-re becsülik. Annyi biztos, hogy vidéken semmilyen lépést nem fognak tenni. Nekünk minden jó, ami nem a kiadható napok számának a korlátozása. Ezt már a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnöke mondta. Szerinte az adóemelés az igazságos közteherviselés része lehet. Hogyha növekszik a turistáknak a száma Budapestre, a szálláshely kapacitása, a magán és egyéb szálláshelyek meg nem növekszik, akkor a kihasználtságunk fog növekedni. Ebből a többlet kihasználtságból meg én azt remélem, abban bízok, hogy egy esetleges adó, vagy egy adóemelést azt ki fognak tudni termelni a házigazdák. Ez csak az egyik változtatás a kormány 16 pontos turisztikai akciótervéből. Egyebek mellett érkezik a digitális szépkártya. 2025-től kivezetik a légitársaságokat terhelő széndioxidadót, illetve fokozzák a rendőri jelenlétet a Buli negyedben. A 48 járóra 58 járóra kell emelni a jelenlétet. Ez ügyben szeretnénk egy önálló rendőrőrsöt is alakítani. A miniszter elmondása alapján most zajlik a megfelelő épület kiválasztása. Sajnos semmiféle problémáját nem oldja meg az úgynevezett Buli negyednek. Erzsébetváros polgármestere azt várja, hogy a miniszter pontosan mondja meg, hogy mikorra várható a rendőrőrs megnyitása, és hogy hány rendőr fog dolgozni hétköznap és hétvégén. 48-ra 58-ra megemelik a rendőröknek a számát, ehhez képest a júliusi tájékoztatóban arról volt szó, hogy hétközben már 32 fő rendőr dolgozik a kerületben, hétvégén pedig 58. Tehát itt megint azt kell, hogy mondjam, hogy össze-vissza beszél a miniszter, 32, 48, 46, 58, egyszerűen nem lehet érteni, hogy mi az, ami itt történik. Nagy Márton jelezte, további turisztikai akciótervek összeállításán dolgoznak.